Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Először az ő gondolatai, ami itt középen felül és alul látható. Itt a szív utal a szerelemre, vagy mindarra, amit ő kedvel. És itt a kasza, ez elvág valamit, lezár valamit az életében. Vagy lehet, hogy eddig voltak nála félelmek, bizonytalanságok, és ezen már átteszi most magát, hiszen a kasza el tudja távolítani ezeket a negatív érzelmeket, és akkor kimutatja ezt a szívet, kimutatja az érzelmeid. A kasza azt is jelentheti, hogy lesz egy meglepetés, hogy történik valami, amire nem számítottál, hogy hirtelen változnak az események, és hirtelen majd érzelmekről, párkapcsolatról, szerelemről beszél. Az ő érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A halak jelentik az anyagiakat. Lehet, hogy vannak félelmek az anyagiak miatt. A munka, a hivatás összefügg az anyagiakkal, lehet, hogy ott sem érzi jól magát. Ami kettőtöket, tehát a szerelmet, a párkapcsolatot illet, a halak jelentik az értékeket, hogy ő értékel téged, vagy vannak elvárásai, hogy te is értékeld őt. Itt kisüt a nap, kiderül a valóság, nyitott veled szemben. Sőt, látható a lilium virág, a tiszta gondolatok, a tiszta érzelmek, vagy hogy tisztázódik valami. Az is lehet, hogy nyitottan beszél veled, és elmondja azt, hogy neki még tisztáznia kell valamit, rendeznie kell valamit, ami az anyagiakat illeti. És itt a kasza, az lehet, hogy ő most ebben az időszakban van, amikor lezár egy párkapcsolatot, de az anyagiak összekötik még őket, ezt még rendeznie kell. És milyen lépéseket tesz irányodba? Itt az utak jelentik az ő döntéseit, azon kívül, hogy útban van hozzád. És itt megjelensz te, és megjelenik ő. Tehát ő kimutatja azt, hogy itt lesz egy közös életút, hiszen összetartoztok. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, ami a szívet illet. Itt még nehéz egy új kezdet. Neki még sok mindent cipelnie kell. De ez nem a szerelmet illeti, hanem a munkát, a hivatást, az anyagiakat. Itt is látható, hogy még az anyagiakat rendeznie kell. Itt is látható ezen a képen. És milyen fordulat lesz, milyen meglepetés. Itt vannak ötletek, elképzelések, de még bizonytalanságok is. Hiszen nem tudja azt, hogy hogy viszonyulsz hozzá, mi van akkor, ha jövőről beszél, ha kimutatja az érzelmeit, és kér téged arra, hogy légy még türelmes, hiszen neki az anyagiakat, vagy a munkát rendeznie kell, de mégis van itt egy elképzelés, egy terv, egy közös életút. Ami a halakat illeti. Itt van egy szűkös helyzet. Az lehet, hogy vannak még anyagi gondok,
elcsúszott kicsit a kép. Itt lehet, hogy vannak még anyagi gondok, vagy van egy kapcsolat, és az anyagiak miatt még benne van ebben a párkapcsolatban, de a kép azt jelenti, hogy ő ebből ki akar lépni, változásokat szeretne. Szeretne felszabadulni ebből a szűkös helyzetből. És a lilium, a tisztaság, ő átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség, vagy az, hogy te mennyire értékes vagy számára. Azt is jelenti a kép, hogy most kezébe veszi a dolgokat, ügyel az anyagiakra, munkára, a hivatásra. Miután ő ezt rendezte, itt kinyílik egy kapu számotokra. De itt a lilium virág jelenti azt is, hogy ennek ellenére megvannak a tiszta érzelmek irányodban. És a nap. Újra a nap jött itt elő, tehát itt tisztázódnak bizonyos dolgok, a nap megvilágítja a témákat, az anyagiakat, a munkát, a párkapcsolatot, a változásokat, a döntéseket. És kiderül az igazság. Megbízhatsz benne. Az utak, ő útban van hozzád, de még kell egy kis idő, hiszen jelenleg még visszahúzódó, vagy meditál valami felett. De vannak elképzelések, mutatja ez a szent kép, itt is látható a terv. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, itt is megvannak az érzelmek részedről, és azon kívül ez a kép jelenti a belső forrást, az intuíciót. És ami őt illet, itt voltak nála kihívások a múltban, voltak nehézségek, de itt győzött, még kicsit fáradt, kimerült, de lesznek változások, döntések, lesz egy közös életút. Az ő jelenlegi helyzete, ő kicsit még fogva érzi magát, nem tudja, milyen lépéseket tegyen, hogyan tovább. Időre van szüksége, hiszen meditál, befele tekint. A te jelenlegi helyzeted. Itt látható a képen, hogy részedről is bizalom kell, türelem kell, a múltban voltak nehézségek, fájdalmak, könnyek. Jelenleg te is várakozó vagy, visszahúzódó vagy, de vannak tervek, hiszen itt ez a két kehely jelenti a jövőt, tehát lesz egy közös életút, útban van hozzád, pontosan ez, amit ő is tervez. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!